minden környező országban vannak olyan intézmények, vagy kórházi osztályok, intézmények inkább, amelyek mondjuk trópusi betegséggel foglalkoznak egyetemi szinten is. Magyarországon a László kórházban néhány elszánt kollega velem együtt, meg a, mint az Almási Pisti ilyenek kollégák, meg akiket én ott kint Kenyába próbáltam ilyenekre oktatni, meg Nigériába, azok foglalkoznak, de rendszer szinten nincs. Ternák Gábor éveket töltött Afrikában, és a kinti körülmények között tanította azokat, akik hajlandóságot éreztek a trópusi betegségek kezeléseinek elsajátítására. Ahogy Ternák professzor elmondta, Magyarországon nincs olyan intézet, amely ezeknek a betegségeknek gyógyítására szakosodna. Miközben akár egy mediterrán országba történő családi kirándulással már behozhatók olyan betegségek, melyeket az orvosok itthon nem, vagy csak alig ismernek. Föl kell hívni a figyelmet, hogy valóban a mediterrán utazás is már egyfajta kockázatnövekedést jelent, amit nem kell dramatizálni. Tehát én is nagyon szívesen utazok mediterrán országokba. A szívem csücske Afrika, és szeretek oda utazni. De tisztában kell lenni, hogy ennek van bizonyos kockázata, és a kockázatot azt mindenképpen a maga módján próbálja csökkenteni az ember. Ezeket a betegségeket akarják megismertetni a lehetőségek szerint a házi és sürgőségi ellátást végző orvosokkal is. Ternák Gábor azt mondja, ahogy az időjárás átalakulóban van Magyarországon, úgy Európa belső területein is számolni kell azzal, hogy olyan állatfajok jelennek majd meg, melyek trópusi betegségeket hordoznak.